2020-as esztendő nem várt eseményeket tartogatott számunkra. Merőben szokatlan időszakot éltünk át, sőt, még nem is ért véget. Egy biztos, mindannyiunknak nehéz volt. Viszont a járvány ellenére sem szabad megfeledkeznünk nemzetünk történelmének egyik legtragikusabb eseményéről, a trianoni békediktátum aláírásáról. A történelmi Magyarország felfoghatatlan mértékű megcsonkításáról. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, 16 óra 32 perckor pecsételték meg egy sok nemzetiségű, sokszínű és gazdag kultúrájú ország sorsát. Akkor ezrek verejtékes munkáját és véres küzdelmeit írták felül néhány tollvonással a versailles-i Nagy Trianon kastély termében. A nagyhatalmak diktáltak. A távoli tájakról és emberek millióinak sorsáról döntöttek. A béketárgyalások során a magyar békeküldöttségnek és vezérszónokának, Aponyi Albertnek, valamint a békeszerződést aláíró Benárd Ágostonnak és Drassa Lázár Alfrédnek semmilyen szerepet nem szántak. Csupán kellékek voltak egy igazságtalan színjátékban. Fontosnak tartom, hogy a koronavírus árnyékában sem mondjunk le a megemlékezésről. Sőt, a jelenlegi helyzetben kell csak igazán a nemzeti összetartozás napjára készülnünk. Hiszen az első világháborúban vesztes félként résztvevő magyar nemzetre kényszerített béke, pontosan az el- és szétszakadás, a leküzdhetetlennek tűnő távolság és akadály keserű kenyerét jelentette minden magyar számára. De akár legyen szó az elcsatolt területeken rekedt, akár legyen szó az anyagországban maradt honfitársainkról, a szétszakadás nem kell, hogy szétszoródást is jelentsen. Hiszen Trianon sem volt képes örökre elválasztani, vagy teljesen szétszakítani azt, ami összetartozik. Mi magyarok, éljünk a világ bármely pontján, összetartozunk. Sose szabad felednünk, hogy ugyanazt az örökséget hordozzuk magunkban. Amíg ezt szem előtt tartjuk, amíg büszkeséggel, de ugyanakkor alázattal tekintünk előre, és így várjuk a jövő kihívásait, mindig lesz közös helye a magyaroknak, országhatároktól függetlenül. A megemlékezés jegyébe mi 4 videóból álló összeállítással készültünk a centenáriumra. Az előadásokhoz kapcsolva a videókban Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és Erdély történelmének magyar öröksége elevenedik meg. Ezzel emlékezzünk Trianon fájdalmára. Emellett a Magyar Házban méltó helyre került Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai című sorozata, melyet a társaskör ajándékba kapott a magyar államtól. Ez az egyedülálló sorozat Trianon okán befejezetlen marad. Tudásanyaga ettől függetlenül a mai kor embere számára is felbecsülhetetlen kincs. Biztos vagyok benne, hogy a tagság örömmel forgatja majd köteteit. Továbbá örömmel csatlakozunk a Nemzeti Összetartozás Fája programhoz. Ennek keretében a Kanada szerte működő magyar szervezetek emlékfákat ültetnek. Kezdeményezésünkre a Vancouver-szigeten élő magyarság 2 szervezetének, a Viktóriai Magyar Társaskörnek és a Nanaimo-i Magyar Kulturális Egyesületnek nevében is elültetünk egy facsemetét a Nanaimo-i Magyar Ház kertjében. Tiszta szívvel reméljük, hogy ennek a facsemetét nem olyan viharos évszázad jut osztályrészül, mint amilyen a magyar nemzetnek jutott a 20. században. Trianonnal kezdődően. Ez az ifjú fa gyarapodjon és virágozzon, ahogy az egész magyar nemzetünk.